Lovasok vezették a szüreti felvonulókat vár alján. A menet több állomáson is megállt, ahol táncoltak, énekeltek, illetve étellel, itallal kínálták a résztvevőket. A rendezvénynek már több évtizedes hagyománya van a településen. A régi időkben mindig meg volt rendezve, aztán egy jó darabig nem, és akkor egy pár éve most mi ezt újra felelevenítettük, és próbáljuk évente megrendezni, ameddig van rá lehetőségünk. Ez egy nagyon jó közösségi program, illetve a régi hagyományoknak a megtartása nagyon fontos, a felnövekvő nemzedékek lássák a régi várajai szokásokat, illetve várai népviseletet is alkalmunk van bemutatni ilyenkor. A programra először érkeztek Gyönkről vendégek. Különböző tájegység táncait hoztuk el most ide erre az alkalomra. Nekünk minden hétvégén van fellépésünk, szeptember eleje óta. Úgyhogy hát igazából szeptember eleje óta készülünk így folyamatosan minden fellépésünkre, ugye ezeket általában időben már megtudjuk. Megmondom őszintén, hogy most vagyunk itt először, és nagyon izgulunk, mert hogy mi még itt nem jártunk ezen a tájegységen, abszolút nem, de szerencsénk van, és vendégül láthatjuk őket jövő héten a mi szüreti felvonulásunkon. Hát én személy szerint nagyon szeretem, elég régóta is veszek részt Gyönkön szüretiken. Nálunk szerintem itt is közösség kovácsoló ereje van, abszolút. Összefognak a helyiek, készülnek megállókban, eljönnek lelkesen, tapsolnak nekünk. A parádés felvonulás a délutáni istentiszteletről kijövet, Oszög alján kezdődik, tart a falun végén. S kinek kedvet ad a hajnali való tánchoz, az jöjjön el, mert nem akármilyen zenészek húzzák ám a talpa alá valót. Mert kinek erejében vér folyik és magyar, az nem otthon ülni, de táncolni akar. A legfőbb feladatunk az, hogy jól érezzük magunkat, és mindenkinek próbáljuk a hangulatot biztosítani. Természetesen. Főleg a bort. Az egyik fontos szerepe a mai napnak, a szüret és a bor. Igazából a bírót támogatni és mellette díszelegni. Táncoltam 5 évig Mohácson, mert Mohácsra tartozom, vagy Mohácsra származom, úgyhogy nagyon örülök ennek a szerepnek és megtiszteltetés, hogy ezt én kaphattam. A rendezvény a sportpályán folytatódott, itt kulturális programokkal, este pedig koncerttel készültek a szervezők.